Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőseit már régóta láthatja a közönség a Nyíregyházi állatparkban, és most kifutójukban egy hónapon belül kétszer is kopogtatott a gólya. Az el is mindkét esetben problémamentesen zajlott, így nem volt szükség sem a gondozók, sem az állatorvos segítségére. Az amerikai bölényborjuk idejük nagy részét még pihenéssel töltik. Jelenleg még jó rész anyatejjel táplálkoznak, de már elkezdték a szálas takarmány fogyasztását is. A nagyobbik borjú egy hónap idősebb, kisebbik testvérénél, ő már elkezdett ismerkedni a kis, kis testvérrel és hívja játszani is, így hamarosan a nagy kifutó kifutórendszerben két játszadozó borjút is meg tudnak tekinteni az ide látogatók. Nem csak testméretben van különbség ilyenkor a kicsik és az ivarélet állatok között, hanem más a színezet és a borjaknak, ilyenkor még világos barna bundával bírnak, és ivar életkorban lesznek sötét barna szőrűek. Az amerikai bölény társas állat. Egykor százezres csordákban vándorolt a prériken. Állománya ekkor elérhette az 50 millió egyedet. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben ettől az állattól függtek, számtalan módon hasznosították az amerikai bölényt. A faj az európaiak megjelenésével a telepesek könyörtelen mészárlását követően a kihalás szélére sodródott a 19. században. 1905-ben azonban megalakult az amerikai bölényvédelmi társaság. Szerencsére néhány száz példány megmenekült, ami elegendő volt a faj túléléséhez. Ma állományuk 50 ezer állatra tehető, s ezzel úgy tűnik, biztosítva van a faj fennmaradása. Manapság az amerikai bölény főként a nemzeti parkokban sokkal kisebb csapatban él.